A kutya vagy a macska az igazi házi kedvenc. Melyik szerethetőbb, melyik szereti jobban a gazdáját, melyik okosabb, melyik javítja jobban a gazda hangulatát, esetleg melyik alkalmasabb terápiás állatnak? Ezekre a kérdésekre soha nem születhet objektív válasz, hiszen az állatszerető emberek jelentős része az öntörvényű dorombolókra teszi a voksát, míg a többiek a hűséges alkalmazkodókra szavaznak. De vajon ez a két háziasított állat hogy viselkedik hasonló szituációkban? Melyiket mi vezérli, az agya vagy a megérzései? Erre a kérdésre keresték a választ az ELTE etológiai tanszékének kutatói, amikor azt vizsgálták, hogy mit tesznek a kutyák és a macskák, ha egy szűk résen kell átmenniük. Anatómiai szempontból ugyan eltérőek a feltételek, hiszen a kutyáknak van kulcscsontjuk, a macskáknak viszont nincs, ám a kísérletből az is kiderült, hogy melyik faj van tisztában a saját tulajdonságaival. Pár éve kutyákon sikerült azt kideríteni, hogy egy kutya mielőtt eldönti, hogy bátran megközelíti egy átjárót, azelőtt, hogyha az már olyan kicsit gyanúsnak tűnik, életében először látta azt az átjárót, akkor már egy kicsit elhezitál. Tehát ugye végül is tudtuk bizonyítani azt, hogy a kutyák tisztában vannak azzal, hogy ők mekkorák lehetnek, amikor ilyen feladatot végrehajtanak. Na most a kérdés az volt, hogy vajon hogy csinálja a macska? Azzal szemben, amit a kutya tenne, hogy amikor már olyan gyanúsan szűkös ez a rés, akkor már nem is közelítenék meg olyan gyorsan. Macskák gyakorlatilag mindenfajta átjárót hezitálás nélkül megközelítenek, és különösen ezeket az egyre keskenyebbé váló, tehát függőleges réseket nagyon jól használják is. Tehát gyakorlatilag probléma nélkül átpréselik rajta magukat. Amikor a rések alacsonyabbá váltak, akkor annyit találtunk, hogy azért, amikor azon átbújik a macska, de csak akkor, amikor már bújik át, akkor egy picit, amikor már ez ilyen kényelmetlen alacsony, akkor megtorpan, meg elgondolkozik, meg esetleg kitalál egy másik útvonalat. Vagyis ez a kísérlet egyértelműen bizonyította, hogy amíg a kutyák számolnak azzal, hogy mekkora a testméretük, a macskáknál ilyenről szó sincs. Ők az azonnali reakciókban bíznak, és gondolkodás helyett inkább cselekszenek. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a macskák veszélyesebben élnének. A kutyák azok eléggé, hogy úgy mondjam, ilyen, másképp nem tudom mondani, merev testek. Tehát van egy bizonyos sebességük, és szaladnak, és sokan láttunk olyat is, hogy nem vette be a kanyart, lepattant, stb. A macskák sokkal óvatosabban közlekednek. Tehát én azt mondom, hogy ha bár ugye a macska az úgy tűnik, hogy veszélyesebb dolgokat kipróbál, de talán viszont megfontoltabban teszi ezt, és ugye tudjuk azt, hogy van még egy-két olyan tulajdonság, amit mondjuk mindig talpra esik, meg gyakorlatilag bemászik egy ilyen gömbüvegbe, és megfordul benne. Tehát a rendkívüli hajlékonyságával azért többnyire ki tud keveredni még akkor is, hogyha nem túl bölcs szituációban manőverezte magát. Pongrácz Péter szerint az eltérő viselkedés forrása nem a két faj háziasításából, illetve az eltérő szerepekből fakad, hanem az eltérő ökológiából. A kutyaféléknél ez abszolút adaptív, hogy egy kicsit óvatosabban közlekedjünk, mert ugye gyorsan megyünk, nem vagyunk annyira rugalmasak. A macskáknál ez a kreatív területhasználat és akadályleküzdés szerintem teljes mértékben a evolúciós örökség. Az ELTE etológusai a közeljövőben újabb összehasonlító vizsgálatot terveznek a két legelterjedtebb házi kedvenccel, vagyis a kutyákkal és a macskákkal. A kutatók a két faj szociokognitív jellemzőit vetik össze tudományos igényű kísérletek során.